Szevasztok, Rikári vloggal jelentkezem vasárnap reggel Újpalotáról, és egy kis kirándulásra invitállak titeket Budapestnek az ilyen külvárosi részein. Elsőként is csak így egy pillanatra nézzünk bele, egy ilyen kis kivonat található a magyar sajtófotó kiállításról itt Újpalotán, a főtéren. Úgyhogy erre, de csak éppen, hogy belekukkantunk, mert most, ahogy leszálltam a buszról, elerett igen szépen az eső, úgyhogy haladok a következő járatomig, ami egyébként a villamos lesz. És itt spoilerezésként ott a villamos. Egyébként a sajtófotó kiállítás a Nemzeti Múzeumban tekinthető meg. Én tervezek elmenni rá. De aki ingyen szeretné megnézni a sajtófotó kiállítást, vagy legalábbis annak egy részét, az a különböző 8-7-7-es meg ilyen járatokkal ki tud jönni Újpalotára, és itt akkor egy ilyen válogatás belőle tulajdonképpen megtekinthető, és nem kell belépőt fizetni. És akkor itt vagyunk az újpalotai végállomáson. Itt láthatjátok, hogy benn áll a villamos, de valami furcsaságot is észrevehettek, hogyha így ráközelítünk. Ugyanis itt normál esetben a 69-es villamos jár, erre pedig 3-as van ráírva. Hát majd mindjárt meglátjuk, mindjárt elmondom, hogy miért. És akkor szálljunk is föl, mielőtt lekéssük itt a járatot. Egy ilyen kaffal fogunk utazni, és megkeressük a kényelmesebbik helyet. Hát nem nagyon kényelmes amúgy, mert nem tudom miért ezeket a kaffvillamosokat ilyen gyerekülésekkel rendelték. Úgy látszik, az volt a szándék, hogy gyermekszállításra fogják őket használni. De hát Rikári nehezen fér el rajtuk. És akkor a nagy kaland indul. Újpalota erdőkerülő utcától indulunk, és 3-as villamosként fogunk közlekedni. És akkor itt 5 kerületen keresztül és 60 percen át fogunk egyfolytában utazni ezzel a villamossal. Most egyelőre a járművezetőn kívül úgy néz ki, hogy egyedül vagyok. De hát nyilván majd meg fog telni a kocsi, ha nem is teljesen, hiszen vasárnap reggel van, amikor ezt a videót fölveszem, és akkor el is mondom nektek az apropóját, hogy miért történik ez a fajta fura közlekedés. Nagyon egyszerű oka van, nevezetesen az, hogy a 3-as és a 69-es villamos mexikói úti csücskében pályafelújítási munkálatokat végeznek, vágányzár van, és ezért úgy oldották meg, mivel ez csak hétvégén van, és nincs 62-es, meg ilyenek, meg hát ugye a 69-es nem lenne hol végállomásoztatni, ezért egyszerűen összevonták a 3-assal, és akkor azon a kis 3 megállós szakaszon kell csak pótlóbuszt közlekedtetni. Nekünk meg egy ilyen transzkontinentális, idézőjelben transzkontinentális, így a pesti külvárosokat teljesen átszelő járat adódott erre a hétvégére, és el fogunk most utazni Újpalotától egészen Pesterzsébetig. Jó,
egyébként egy szép kacifántos utazás vár ránk. Itt Újpalotáról indultunk, és hát Rákospalota, Mávtelep, Zugló, Kőbánya és a 9. kerület szélén, illetve hát a tulajdonképpen Bence természetes élőhelyénél, a József Attila lakótelepnél is el fogunk haladni, és akkor Ferencváros és Pesterzsébet határában a Gubacsi útnál fog véget érni az utazásunk. Valamint a H8-as és a H9-as.
Ős vezértere, metró és hévállomás, Zuglói útvonal. Időközben már Kőbányán dodzsemezünk, túl vagyunk már az útnak a felén, és hát ugye nagyon változatos tájakon közlekedtünk. Lakótelep, kertváros, teljesen kihalt ipari övezet, és hát még most akkor haladunk tovább itt Kőbányán, és Ferencvároson keresztül Pesterzsébet határáig. Kőbánya alsó vasútállomás. Előről vettük a többit, mert ugye többit
ősszel is kezdtük az ősporral, most már az ókori görög. Ugye irodalomból is akkor itt most Bence természetes élőhelye mellett haladunk el. Itt a fákon túl található ugye a József Attila lakótelep, és akkor nem sokára elérjük a Nagykőrösi utat, ahol már ugye a 9. és a 20. kerület határán, azaz Ferencváros és Pest Erzsébet határán fogunk haladni. Csak egy pillantással rátekinthetünk itt Kispest sarkában a Vekerle telepre. Hát a fák eléggé takarják, de ilyen gyönyörű házakból áll itt egy egész nagy városnegyed. Az a neve, hogy pár cik ember megjelenik, és kemény 3 keresztezte valaha a kis Burma itt a villamos vonalat. Itt volt a sorompó, mint sokatok által ismert. Ugye ez a kis Burma vasút egy ilyen összekötő vasútvonal volt a mai Nagykörösi út helyén, és a Ferencvárosi pályaudvar rendező részét, a Gubacsi rendezőt kötötte össze Soroksár állomással a fővonalak érintése nélkül, és ez egy nagyon hasznos összeköttetés volt annak idején, de később aztán okafogyottá vált, illetve hát a helyét átvette az M5-ös autópálya bevezető szakasza a Nagykőrösi úton. Itt csatlakozik be a 2B vonal. És akkor most itt megkérték, hogy szálljunk le a járműről, mert hogy megérkeztünk ide Pest Erzsébet határába, a végállomásra, és hát egy gyakorlatilag egy pontosan közlekedett a villamos, egy órás út volt, és itt
Pestnek tulajdonképpen a külvárosait szinte teljesen átszelhettük. A villamos közben elmegy megfordulni, háttérben egy 2B is látható. Mi pedig itt elmegyünk reggelizni, mert hogy itt a nagy utazásban igencsak megéheztem. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még ilyet, azt mindenképpen írjátok meg kommentben, illetve hogyha nem tetszett, vagy bármilyen más véleményetek van, akkor azt is várom kulturált formában, itt a videó alatti komment szekcióban, és akkor ha szeretnétek előbb látni a videókat, akkor csatlakozzatok csatornatagnak, ezzel támogathatjátok is a csatornát, és ha YouTube Premium-mal nézitek, akkor reklámmentesen látjátok a videókat, illetve hát, hogyha a tagok is addig, amíg csak a tagoknak van kinn a videó, addig reklámmentesen nézik. Én itt közben elhaladok a 2B mellett, és felülök visszafelé a villamosra, de ez már nem ennek a videónak a tárgya. Én Rikári voltam, immáron Pesterzsébet és Ferencváros határáról. Sziasztok! Csüssz!